Most már telefonos appon keresztül is könnyen lehet időpontot és helyszínt választani a véradáshoz, ugyanezt természetesen a véradáshu is megtehetik az önkéntesek. szabolcs már berek területén minden napra szerveznek véradásokat annak érdekében, hogy ne alakuljon ki vérhiány. Ahhoz, hogy ne legyen vérhiány, annak az egyik legfontosabb ismérve, amit tenni tudunk ennek érdekében, hogy folyamatosan gondoskodunk arról, hogy mindig megfelelő számú donor legyen egy-egy véradáson. Az, hogy mennyi donort tudunk megszólítani, az attól függ, hogy egy-egy településen vagy munkahelyen hány aktív véradónk van. Ennek megfelelően készítjük el a Magyar Vöröskereszt Szabolcsvár megyei szervezete és az Országos Vérellátó szolgálat területi vérellátója. Közösen készítjük el ezt a donortoborzó tervet, hogy a a, a vérmennyiségről, a kórházi ellátáshoz szükséges vérmennyiségről tudjunk gondoskodni. Tehát, hogyha van donor a véradásokon, akkor mi azon dolgozunk, hogy a vérhiány az ne tudjon kialakulni. Úgyhogy bízom benne, hogy ez a nyár is úgy fog eltelni, hogy kritikus helyzet nem tud kialakulni, tehát a gyógyulni kényszerülők, illetve a műtétre várok, ami vérigényes műtét, ezek nem fognak elhalasztódni azért, mert nincsen vér az egészségügyi ellátórendszerben. A Vármegyében naponta 30 és 50 között alakul a donorok száma. Éves szinten 16 ezer alkalommal adnak vért az önkéntesek, ez pedig becslések szerint 5-6 ezer aktív donort jelent a térségben. Annak ellenére, hogy vérhiányról nem beszélhetünk, a nyári időszakban nagyobb kihívást jelent a véradások szervezése. A nyár az azért egy rizikósabb időszaka a véradásoknak, mert az aktív véradóink is elmennek szabadságra, elutaznak. És nyilván a szabadságuk idején nem biztos, hogy ez a legfontosabb dolog az életükbe, hogy a, hogy a következő véradásra elmenjenek. Bár a tapasztalatunk az, hogy aki ezt nagyon komolyan veszik, és szerencsére nagyon sok olyan donor van, aki a víradás nagyon komolyan veszi, ők akár a szabadságuk idején is elmennek, és az ország más területén adnak vért, hiszen nekik letellik az 56 napjuk, tehát kötelességüknek érzik, hogy akkor ők menjenek, és teljesítsék ezt a ez az önként vállalt kötelességüket. Véradó lehet minden 18 és 65 év közötti, aki egészségesnek érzi magát, tessúja pedig meghaladja az 50 kg valamint rendelkezik a regisztrációhoz szükséges igazolványokkal. Két véradás között legalább 56 napnak kell eltelnie. Egyetlen véradás három betegnek is segítséget jelenthet. A levet vérből plazmakészítmény, vörös és vérlemezke koncentrátum készül. A véradás a véradó egészségét is szolgálja, hiszen a kötelező tesztek elvégzése után nem csak a vércsoportját ismerheti meg az önkéntes, a szűrővizsgálat több súlyos betegség kimutatására is alkalmas.